Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Peti Film Studio Sophie Főzős blogja oldalán. Ma egy kis vegetáriánus ételt fogok nektek készíteni, bár teljesen nem vega a zsír miatt. Tojáspörköltről beszélek. Tojáspörkölthöz én most éppen tésztát főztem, de lehet nokedlit, tarhonyát, rizst, krumplit, bármit, amit szeretnél. A lényeg az, hogy a tojás, mikor elkezdett főzni, forjon a víz, tehát forrásban lévő vízbe teszed bele a tojásokat. Én a hűtőbe vettem ki, szépen így kanállal, szépen lassan belehelyeztem a 6 darab tojást, és forrás után még egy 10-12-15 percig főzöm, és akkor teljesen kemény lesz, az biztos a tojás, és nagyon jól lehet vele dolgozni a pörkölt benne például. Zsírt olvasztunk, ha vegetáriánus vagy, akkor biztos nem zsírt fogsz használni, hanem kókuszolajat, vagy olajat, vagy olívaolajat. Ez már a vegetáriánusokra van bízva, ők biztos tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni. Megfogyasszuk a hagymát a zsíron. Egyébként nagyon könnyű étel, és nagyon gyorsan elkészül, tehát mármint a könnyű az elkészítése, minden bárki meg tudja csinálni. Szépen megfogyasszuk a hagymát, utána belekerül a fokhagyma, és rá a piros paprika. Ugye mindig kevergetni kell, ne égjen le, ezt azoknak mondom, akik kezdők, de lehet kislángon is csinálni, akkor is meg kell keverni nyilvánvaló, hogy ne égjen le. Belekerül a fokhagyma egy picit, gyorsan megkeverem, és már teszem is rá a piros paprikát. A kezdő az húzza félre, aki nem kezdő, az már úgyis tudja, hogy hogyan kell, hogy ezt gyorsan kell végezni. Megsóztam a paprikát, ráteszem a tetejére a pajzsomat, de még nem keverem meg, majd itt csak egy kicsit később. Mikor egy kicsit megfonyat a paprika, a paradicsom, akkor szépen felöntöm vízzel, nem túl sokkal, körülbelül egy 2-2,5 deci vízzel, és szépen párolom. Ez lesz az alapja, az alapleve ennek a pörköltnek, mondhatjuk pörkölt alaplének is. Ha van otthon pörkölt kockád, tedd bele, és kicsivel több vizet önthetsz hozzá, vagy tyúkos leves kockád, az is jó hozzá. Még én tettem hozzá kicsi vizet, és most kerül bele egy kis paradicsompüré is még, és szépen egy kanállal, nem többel, és még egy kis víz majd kerül hozzá, és gyakorlatilag az alapunk készen is van, és a tojások már megfőttek, és mindjárt szépen tettem bele egy kis köményt, és egy kis majoránát, más fűszer nem nagyon kerül bele, de te ahogy gondolod, akár csípős paprikát is tehetsz bele, hogy csípős íze legyen, kurkumát, ugye az indiaiak sokszor főznek hasonló ételeket, és ott a kurkumát használják. Szépen cikkekre vágjuk, látjátok, nem törik össze-vissza, jó a sárgája nyilvánvaló, de az a bármit csinálsz, akkor is ilyen lesz a sárgája, de a fehérje szépen megmarad. Beletesszük, és szépen egy 5 percig legalább forraljuk, hogy jól átvegye a tojás is az ízt. Óvatosan kevergetjük, ne törjük össze a fehérjét, bár mondom, nagyon-nagyon sokáig főtt a tojásunk 10 percig. De láttátok, milyen szépen megpucoltam? Tehát ez a titka a tojásfőzésnek, forrásban lévő vízbe teszed bele a tojást, engeded bele, a hideg tojás is, ami a hűtőben van, nincs jelentősége, a lényeg a forrásban lévő víz, és akkor szépen megfőzöd, én forralni szoktam végig gyakorlatilag, és megpucolod, és ilyen gyönyörűen meg lehet pucolni. Nem kell bele só, meg ilyenek. Szépen rázogatjuk, a tésztának a vizet már feltöltem föl, mondom, lehet hozzá noklit használni, rizst, krumplit, tarhonyát, ami éppen eszedbe jut. Minap jutott eszembe, nem tudom, emlékeztek a rizstésztára. Olyan alakja volt, mint a rizsnek, és kicsivel nagyobb szemű volt csak a tészta gyakorlatilag, és manapság nem is látok olyat, pedig a levesekben egész jól lehetett használni, paradicsomlevesben, meg ilyenekben, meg külön is meg lehetett főzni, és megállt a helyét, akár tarhonya gyanánt is, olyan, mint a tarhonya lett volna, mert nagyon sok apró szemű tésztáról beszélünk gyakorlatilag. Nem tudom, ti láttatok-e mostanában ilyet, mert én mostanában nem, lehet, hogy eltűnt a polcokról. Nagyon gyorsan elkészíthető, könnyű étel, és
Hát nem akarok hazudni, 15-20, 25, max. Fél óra, mire elkészül az összes előkészülettel együtt gyakorlatilag. Tehát ha gyors vacsorát szeretnél, akkor ez pillanatok alatt megvan. Még egy kicsit fokhagymát tettem rá, fokhagymaport, kicsit megrázogattam, belekerül a tészta a vízbe, és szépen miután megfőtt, akkor szépen le fogjuk szűrni, és akkor tálalható az ételünk, ami, rögtön mutatom, így néz ki, miután készen van. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nézzetek, iratkozzatok fel, kövessetek, és mindenkinek nagyon-nagyon szép estét kívánok. Sziasztok!